Csütörtökön egy olyan programon vehettünk részt, ami nagyon tetszett a diákoknak. Lementünk az Emese Parkba. Magyar Attila nagyon szívélyesen fogadott, és diákjaink, meg a külföldi diákok is természetesen különböző tevékenységbe vehettek részt. This is called an ancient Hungarian bow. The Hungarian has this long, we call it horn. This is a bit from a more ancient time. Also, a nation was the Scythic nation. They were fighting against the Persians, and they had this kind. So, actually, this is one. This one is mine, and this one is my son's. So I just show you because it's something like a holy thing for my son. So very careful. Maybe I will not get the target, but I try this. Hogy beléptünk ide az Emese Parkba, láttam, hogy nagyon sok minden változott itt az elmúlt időszakban. Milyen felújítások történtek? Hát egyrészt a várudvar átlett egy kicsit alakítva, és a 10.-11. század mellett egy kicsit későbbi a 14. századi magyar történelemhez is át tudunk utalni, át tudunk kötni, hogy olyan jellegű középkori program van, vagy olyan kézműves foglalkozás, vagy olyan típusú régészeti, vagy történelmi életmód rekonstrukciós játék, ami esetleg azt a korszakot érinti, akkor azt is be tudjuk fogadni itt a parkban. Sőt, azóta a kialakításra került itt egy tó is. Bezanyám, én nem tudom, hogy mikor beszélgettünk legutóbb. Én ezek szerint nagyon régen már, mert kb. 2 éve működik a tavunk. És hát ez egy óriási büszkeségünk nekünk, hogy itt a Csepel-szigeten egy olyan kis halastavat létesítettünk, amelyikben egy középkori kikötő várja az érdeklődőket, viking hajóval, római ladikkal, vagy éppen török gályával. Ahogy jöttünk, beláttuk, hogy több csoport is van itt a mai napon, illetve nagyon népszerű az Emese Park. Milyen programokkal kínálják az ide látogatókat, és köztük ugye a Bakta Ervin gimnázium diákjait is. Igen, a mai nap egy hallatlanul izgalmas nap volt ilyen szempontból, vagy még mindig zajlik, tehát hallható, hogy izgalmas nap, mert hogy az óvodás korosztálytól az általános iskolán keresztül a gimnáziumig minden korosztály, Baktai gimi, Batthyány gimi, nagyon sok felől innen a Csepel-sziget térségéből jöttek diákjaink. A hétköznapi napok során, tehát főleg az iskolai kirándulási időszakában, április hónap, május hónap, június eleje, aztán később a szeptemberi időszakban általában iskolás csoportok töltik meg a parkot így délelőttönként, délutánonként pedig hajózunk. Most a legújabb őrület a Kisdunán ringatózó török gályánk, és amikor délelőtt befejeződnek itt a játékok, egy ilyen, hogy is fogalmazzuk ezt, a címe iskolai kirándulás az Árpád-korba, tehát egy teljesen átfogó íjászattal, hajózással, kézművességgel, élőtörténelem órával, számtalan érdekességgel bíró, és mindezt kipróbálható program, vagy kipróbáltató program, amiben a gyerekek részt vehetnek. Természetesen mindez keretbe téve, tehát a korszaknak a történelmi érdekességeit elmondjuk. Elmondjuk azt is, hogy honnan tudhatunk erről a régelmúlt világról, 40 generáció időszakot, hogy tudunk áttekinteni, milyen forrásaink vannak, mindig az adott korszaknak, mindig az adott korosztálynak a nyelvezetén.
Mi is most fogunk csónakázni, ilyen sok érdekességet hallhatunk közben? Nem csak a csónakázásról, és nem csak a történelemről, hanem a Kisduna vízivilágáról, egyáltalán a Kisdunának az érdekességeiről is igyekszünk a lehető legtöbb dolgot elmondani, és mai nap még egy érdekességgel bír, nem csak magyar diákok vannak, hanem lengyel, olasz, görög diákok, és hát azokkal a festői szépségű helyzetekkel ismert kedhetnek meg, hogyha az időjárás felelős is úgy dönt, hogy nem küld ránk vihart, mint az elmúlt napokban, amik kimondottan a Kisdunára érvényesek, az úszószigetekkel, a nádassal, az ottani madárvilággal, egyáltalán ezzel a gyönyörű pákász helyszínnel. Utána szabad program volt, itt történt egy kis malőr, az egyik szicíliai kislány addig mászókázott, míg le nem esett, és el nem törte a karját, úgyhogy a programhoz hozzátartozott egy látogatás a traumatológiára is. Ott is körül kell nézni. Igen, igen, hát ezt már megszoktam, már voltam londoni kórházban, meg szicíliai kórházban, meg kicsit ismerkedjenek ők is ezzel a részével is az országnak, persze. Hát ennyi volt, tehát izgalmakkal végződött a csütörtöki nap, ami amúgy békésen indult. Pénteken... Pécsre volt kirándulás. Igen, Pécsre mentünk. Na, elnézést, de olyan nagyon sok volt a program, hogy így nem is tudom, hogy sorrendben mi is következett. Korán reggel indultunk Pécsre. Tolnai Zoltán kollégám segítségével bejártuk a várost, elmentünk, múzeumokat megnéztük, a Zsolnai Múzeumot, valamint az ókeresztény sírokat. A Zsolnai Múzeumról annyit, hogy Szicíliában minket is elvittek egy városba, mely híres kerámiájáról, Caltagirone-ba, és amikor mutattam a szicíliaiaknak, mondtam, hogy egy kicsit olyan, mint Caltagirone, azt mondták, hogy nem, ez sokkal szebb és sokkal kifinomultabb. Tehát nagyon tetszett nekik. Ez a nap jó későn végződött, tehát azt hiszem, hogy 8 után 9 körül értünk vissza. A szombat is egy izgalmas nap volt. Ott is korán indultunk, közben a meteorológusok riogattak folyamatosan, hogy ilyen felhőszakadás, meg olyan vihar lesz, hál' Istennek nem volt. Programot Szentendrén kezdtük, ez egy kicsit olyan hajszas stílusban volt, mert szerettünk volna mindent megmutatni nekik, és hát ahhoz sietni kellett, ők szívesen vásárolgattak volna Szentendrén, meg még sétálgattak volna, de össze kellett gyűjteni a csapatot. Szentendréről elmentünk Visegrádra, ott megnéztük a lovagi tornát, és ebédeltünk a Reneszánsz étterembe. Ez nagyon lenyűgözött mindenkit. Utána meg elmentünk Aquincumba, még időben odaértünk, hogy egy-két tevékenységet megnézzünk a Florália alkalmából rendezett sorozatból. És hát ennyi volt. Igen, ezen a kiránduláson, az egynapos kiránduláson részt vett Tolnai Zoltán kollégám és Szilvási Gabriella. Vasárnap szabad nap volt, gyerekek szerveztek a külföldieknek városnézést, fel is vitték őket a Gellértre, meg jó sokat járkáltak a városba. Piknikeltek, szerintem jól emlékszem, a Vörösmarty téren, tehát vettek valami ételt, aztán ott leültek és megették. Hétfőn délelőtt itt volt az érmének a ceremóniája. Ez minden országban ugyanúgy lezajlott, tehát egy falra van egy térkép rögzítve, és arra mindenki a saját érméjét, ott, ahol az országa van, országa térképére felrögzíti a saját érméjét, mert ugye az érméről szól. Tehát az utolsó érmék itt kerültek rögzítésre. Ebből az alkalomból átadtuk a bizonylatokat, hogy
ez például egy ilyen bizonylatokat, hogy részt vettek a projekt találkozón, és mindegyik delegáció kapott egy könyvet, melyben benne van a 4 színdarab. Tehát mindegyik országnak a színdarabja, amit előadtak, amikor ott voltunk a projekt találkozón. Ez szerintem nagyon szép és nagyon jól sikerült. So we are getting close to the end. I have here your certificates signed and stamped and everything. All you have to do is to write the name and the country. That's all. So I will give each delegation the number of necessary certificates. We would like to offer you a book in Hungarian, English and German, Grandma Selected Desserts. So when you go back home, you can try our most favorite cookies. Then each delegation will have a book. You probably have it, but this is the official way. A book about Dunaharaszti. And two annuaries for each school. Between 1962-2012, you know that our school was 50 years old last year, and you will find in it articles about our common project also, and in English also. And finally, here is the most important, our project product, the book with the four plays. I hope you really enjoyed this week in Hungary, although the weather was not the best. Actually, I can say you could see only a little part. So, if you are a bit interested, if you are a bit touched by Hungary, I hope you will return anyway for the kids when you return here with your families, or when you grow up, you return here as visitors, as tourists, or anyway. Once again, thank you for the participation, and thank you for everything what we had got from you during this 1.5 years. And of course, I would like to say that thank you for all Hungarian students, and a big thank you for Maria. Yeah, it's a nice one. Refill.
Giuseppe Gira. Sorry.